sokat foglalkoztam a kérdéssel, és nem tudom megmondani, hogy hogyan keletkezett az élet. De arról nagyon határozott elképzelésem van, hogy hogyan nem keletkezett. Nem keletkezett úgy, ahogy ezt manapság sokan mondják, sőt, még az oktatásban is eléggé általános. Tehát nem keletkezett úgy, hogy véletlenszerűen összeállt valami. Ezt azért állítom, mert a fizikának egyik alaptételével, a termodinamika második főtételével ellentétes egy ilyen elképzelés. Na most az életnek a legegyszerűbb formája is egy olyan komplex, tehát mondhatjuk nyugodtan úgy, hogy valószínűtlen rendszer, hogy ahhoz képest, hogy ez az élettelen anyagból tisztán a természeti törvények hatása alatt, azon természeti törvények hatása alatt, amelyeket öröknek szokás tekinteni, hogy ez úgy magától kialakuljon, ez számomra teljességgel elképzelhetetlen. Voltak éppen az evolúció elmélettel szemben, az első pillanattól kezdve voltak hangok, de hosszú ideig szerintem nem jutott el a tudomány odáig, hogy a kritikus pontok nagyon élesen kirajzolódtak volna. Akkor még lehetett arra hivatkozni, hogy majd idővel kiderítjük. Egyre több olyan ismeret gyűlt össze, amely azt mutatja, hogy ezzel az evolúciós modellel nem lehet megmagyarázni a jelenségeket. Ugye most a legdivatosabb elképzelés a nagy umnak az elképzelése. Itt a fő probléma az, amiről az életkeletkezésénél is beszéltünk, a termodinamika második főtételének a kérdése. A nemrég elhunyt Fred Hoyle, aki talán a 20. század legnagyobb csillagásza volt, ő mondta azt, hogy egy repülőgép ócskavas telepen vajon egy robbanás létre tud-e hozni az ott heverő alkatrészekből egy Boeing? A kaosz valószínű, mint a kozmosz, ahogy a régi görögök mondták, egy szervezett, tervezett világ. A kaosz a legvalószínűbb. Tehát most, hogy abból a kozmosz kinőjön hirtelen, itt megint ugyanolyan áthidalhatatlan problémák vannak.